Bogyiszló 46. református lelkipásztora, de az első, aki nőként vállalta ezt a szolgálatot. Ő igaz Melinda Sára. Másfél éve érkezett a településre, de már 2,5 évtizede látja el ezt a munkát. Én matematika-fizika tagozatos gimnáziumba jártam, és hát úgy gondoltam, hogy ha már tagozatos iskolába járok, akkor úgy tanulok tovább, ahova ezek a tárgyak, a felvételi tárgyak, mert annak idején nem így volt, mint most, hogy pontszámítás, meg vitpontok, hanem felvételizni kellett. És hát így akkor a textilmérnökire esett a választásom, hát ez valamennyire egy kicsit nőiesnek tűnő pálya. Hát az igazság az, hogy egy fél pont hiányzott ahhoz, hogy fölvegyenek, de miután kisírtam magam, mert hát azért csak kudarcként éli meg az ilyesmit az ember, elkezdtem gondolkodni, na jó, és akkor mit csináljak tovább? Hát ott volt előttem a nyári szünet, hát mondom, akkor Bibliát olvasok. Mert én nagyon szerettem mindig is olvasni, de a Biblia valahogy az úgy mindig kimaradt, mert hát azért azt kaptam a környezetemben, hogy kicsi vagy, mégis azt te nem érted. 18 évesen meg azt gondolja valaki, hogy hát most már nagyon nagy vagyok, most már biztos megértem. És ahogy olvastam a Bibliát, az Ézsaiás próféta könyvénél bizony megszólított az ige, hogy kit küldjek el, ki megyen el nékem. Egyszerűen megszólalt, tehát mintha Isten kérdezte volna ezt tőlem. És akkor azt mondtam, hogy én. Ilyen egyszerűnek hangzik a történet. A mostani beiktatási istentiszteleten a falu apraja nagyja megjelent, sőt, még távoli településekről is érkeztek a bogyiszlói templomba. Tényleg annyira jó volt újra találkozni régebben látott arcokkal. Ugye a volt gyülekezeteim tagjaival találkozhattam, hívtam meg őket is, és olyan jó őket is látni. Jó látni azt is, hogy akik meg helybeliek, ők megörülnek ennek az ünnepnek. És igazából most nem is a szertartás, illetve hát az ünnepi istentisztelet van bennem olyan nagyon erőteljesen, szerintem az majd kicsit később lesz, hanem az a készülődés még, ami ezt megelőzte. És valóban a bogyiszlóiak igazán kitettek magukért. Például a többszörösen kitüntetett helyi zenekar is muzsikaszóval köszöntötte a lelkészasszonyt, sokan pedig viseletbe öltöztek. Az előkészületek már hetekkel ezelőtt elkezdődtek. Nekem az olyan csoda, hogy ahogy megmozdultak gyülekezeti tagok, és ahogy jöttek és segítettek, és úgy igyekezett mindenki úgy kivenni a részét. És tényleg, mint ahogy egy lakodalmat régen megszerveztek itt Bogyisztón, hát itt régen több száz fős lakodalmak voltak. És akkor ebbe így egy kicsit így betekinteni, hogy milyen az, hogy be kell szerezni a tyúkot, le kell vágni a birkát, ki az, aki esetleg a süteményt süti. Tehát ezek az ilyen hétköznapi dolgok, apró dolgok, de amiből összeáll egy nagyon szép dolog. Bogyiszló új lelkésze előzőleg a Bácskiskun megyei Izsákon és Ágos egyházán szolgált. Amikor megtudta, hogy Tolna megyébe folytathatja munkáját, azonnal eljött a településre. Ha a legelső benyomásomat kérdezi, az nagyon érdekes. Úgy kerültem Bogyiszlóra, hogy egy bogyiszlói presbiter tudta meg, hogy én állást keresek, és ő hívott fel, hogy nem jönnék egy istentiszteletet tartani. És akkor mondta, hogy nem meghívás, nem bemutatkozás, tehát ez nem semmi kötelezettség, csak egyszerűen tartsak egy istentiszteletet. És mondtam, hogy ahogy nem, hát szívesen. És olyan érdekes volt, hogy amikor az M9-esről lekanyarodtam ugye ide be a Bogyiszlóra, beértem a Szekszárdi utcára, és akkor azt éreztem, hogy hazajöttem. És nagyon csodálkoztam ezen, hogy miért, vagy honnan van ez? A frissen beiktatott lelkészasszony tele van tervekkel. Most éppen a gyerekeknek szerveznek nyári tábort. Gyülekezeti kirándulást is szeretnék, aztán majd családi napot is, de vannak egyházi szervezésű, tehát nem a gyülekezet szervezésében, hanem a nagy egyház szervezésében táborok, azon is részt szoktunk venni. Tehát mozgékony emberek, mozdítható emberek, nyitott emberek az itteniek, és szívesen mennek. És a gyerekeknek is ez nagy élmény, és olyan jó, hogy
hogy az egyházi táborok és az egyházi rendezvények előtt nyitottak ők, tehát az Isten igéje előtt nyitottak ők.